A negyedik találkozó nyomás alatt játszott a Barcika, hiszen mindenképpen nyerniük kellett, hogy ne dőljön el a bronz csata. Ennek megfelelően mineíró vezetésével az első felvonásban alaposan be is kezdtek a vendéglátók, és megleptek 6-3-ra, amikor időt kért a vendégek edzője Nagy Péter. A tanítványok azonban nem fogadták meg a tréner tanácsait, nem tudtak feljavulni nyitásfogadásban, így a vegyész remek röplabdázással 25-14-re hozta az első felvonást. A folytatásban valamelyest rendezte sorait a Mavs, de ismét a kék-sárgák akarata érvényesült. 8-3-as borsod előny után azonban porszem került a hazai gépezetbe, mert csoma pontjaival feljött a fővárosi alakulat, és 12-12-nél egyenlített. A végjáték izgalmasan alakult, hiszen 24-23-nál a vendégek jutottak szetlabdához, de 28-26-ra végül a jobban koncentráló barcikai együttes nyerte a játszmát. A harmadik etapban ismét hamar jelentős hátrányba kerültek a vendégek, és 14-5-nél érezni lehetett, hogy a barcika nem engedi ki a kezéből a győzelmet. A szetet 25-13-ra, a mérkőzést pedig 3 0 nyerte a VRCK, így joggal reménykedhetett Toronyai Miklós vezetőedző abban, hogy a csapat a fővárosi mérkőzésen sem esélytelen. Mikor hazajöttünk, én az első edzést is úgy kezdtem, hogy, hogy tehát Minérót nem tudtuk, milyen állapotban lesz, hogy lesz, én azt mondtam, hogy a minéró az, az akkor most egyelőre nincs, és ö, azt kértem a fiúktól is, hogy mindenki ennek megfelelően készüljön, nyilván itt a, a, a beugróra gondolok, a budaira, és, és úgy gondolom, hogy alázatosan tették a dolgokat, és ö, megint hál Istennek, úgy mentünk bele ebbe a meccsbe, amikor, amikor az alapszakasz végén ugye győzelmi kényszerben voltunk folyamatosan, hogy menyünk a négybe. És, és, teljes higgadsággal, teljes görsz nélkül ö, mentek bele a játékosok, ami, ami óriási volt. A mindent eldöntő ötödik találkozón úgy tűnt bejöhet a barcikai trénel előzetes elképzelése, hiszen az első és a második szettet egyaránt simán hozta 25-18-ra a csapat. A harmadik és a negyedik felvonásban azonban megtorpantak a kék sárgák és 25-22-re, valamint 25-20-ra veszítettek. Az ötödik játszmában jól kezdtek a fővárosiak, elhúztak 12-8-ra. A kazincbarcika Barcika a végjátékban 14-10-nél három mérkőzés labdát is hárított, de végül a negyediknél a fővárosiak már nem hibáztak, így 3-2-re nyerték a mérkőzést és a párharcot is megszerezve ezzel a bronzérmet. A vegyészercé kazincbarcika, Barcika így ebben a szezonban a negyedik helyen végzett.